Egy-két kiegészítő aprósággal tartozom a Excel vonatkozásában. Két dolog, az egyik az mulasztásom, mert azt már el kellett volna mondanom, olyasmikről van szó, hogy hogy lehet beszúrni, illetve törölni. Ezt korábban el kellett volna már mondani. A másik dolog az pedig a nyomtatás előkészítése. Az Excelről annyit kell tudni, amíg indul, addig húzom az időt, hogy az Excelben, ha elkészítettél egy munkát, azt nem lehet úgy kinyomtatni, mint amikor a Wordben elkészültél valamivel, mert nagy meglepetésig érik az embert. Ja, itt egy aláírás meg hiányzik. Olyan szempontból érik a meglepetést, meglepetésik az embert, hogy ha nem fér el egy lapra, akkor úgy tördeli el, ahogy éppen esik, vagy ahova esik, úgy puffanik, úgyhogy is szokták mondani valahogy így. És hát erről a témáról feltétlenül kell beszélni, mert azért az ember néha ki is szokta nyomtatni a munkáit. Harmadik modul 3-as előadás, illetve nem is tudom, hogy számoltuk, de mind a 6 per 3-as, bocsánat. 6. modul 3. előadása. Kezdem a beszúrás-törlés témával. Szúrtunk már be, csak szerintem nem írtuk le. A beszúrás. Az biztos, hogy cellát önmagába nem célszerű beszúrni, mert akkor a táblázat összetartozó adatai egymástól el fognak mászni. Mint ahogy annak ilyen a Word-be is ezt megbeszéltük, hogy egy cellát nem szúrunk be, nem törlünk, mert az összetartozó adatok akkor egymást elkerülnek, itt ugyanez a helyzet. Mindig egy egész sort vagy oszlopot beszúrni. Úgy tudunk beszúrni, hogy kijelöljük azt, ami elé be akar szúrni. Utána ugyanoda, ahol a kijelöléskor kattintottunk, jobb gombbal kell kattintani, ugye ez a helyi menü. És azon belül a beszúrás menüpontot fogjuk választani. Na most, hogy ezt tudjuk próbálni, annyit szeretnék kérni, hogy legyen kedves mindenki, írja ide be azt, hogy február 1-e, tehát 2015, 0201. Utána ezt jött ki. A kitöltővel húk le. Igazándiból direkt hagytam ki egy magyarázó felirat, ugye az eloszlopnak is illene, hogy ilyen magyarázó felirat, hogy ez milyen adat, ez a dátum. Hát a mostani összes helyé kellene egy plusz sor, ezt tudjuk megtenni, hogy kijelöljük azt a sort, amiben szólni az első sort, azt ugye úgy jelöljük, rákattintunk ide az egyesre. Ugyanoda az egész kombiával, ott van a beszúrás menüpont, és kézen is vagyunk. Jó, tehát így tudunk beszúrni. Rendben. Oké. Okay. Volt a beszúrás. Írjuk oda, hogy dátum.
Nyilván oszlopot mi így tudunk beszúrni, akkor oszlopot kell kijelölni. Itt a beszúrással kapcsolatban. Kéleteink fognak változni, olyan értelemben elromlanak, olyan értelemben nem. Amit kell az externalizált, minden képlet tökéletes. Hiba üzenet, abból kifolyólag, amit beszúr egy sort vagy egy oszlopot, soha nem lesz. Tehát ez egyáltalán semmilyen gondot, problémát nem jelent. Most az ellenkezője a törlés. A törlésről viszont két módon kell beszélni, ugyanis törlés az fajta van. Az lehetőség az a tartalom se. Tehát a cella, az megmarad, csak a beleírót szeretnénk kitörölni. Jelöljük a törlőt. Akkor itt jobb széle van egy ikon, ez egy radírra lenni. Jó, tehát radírt kellene beismerni ez. Ez egy legördíthető nyisvet, és akkor ott van az összes opció, mit lehet törölni. Ez az, amit kerestél, ugye? Tehát több lehetőséget választhatunk, választhatjuk a formátunk törlését, a megjegyzés törlését, a tom törlését, illetve az összes törlését. Tehát ezek a fontosak. És akkor az opciók a tartom. Ez az, amit begépeltünk. Jó? Tehát ez az, amit begépeltünk. Aztán a fotón. A formátum kapcsolatban egy-két kis kiegészítő információt kell mondani, mert Nicolette biztos tudja, miről van szó, hiszen ő, de hogy ezt elfelejtettem elmondani. Van elnézést, majdnem elfelejtettem. De a többiek nem biztos, hogy emléknek rá, hogy volt olyan, hogy valahol beírtunk egy dátumot. Utána a delete-ból kitöltük, és beálltunk abba a cellába, ami ránézésre üresnek tűnt, és beírtunk egy számot, abból úgy dátumot csinált, mint a 20. Ugye, mert a formátuma arad, hogy az amit oda beírunk, látunk. És ezt, hogyha 30-szor töröd a delete-tel, 30-szor el fogja ismerni. Csak és kizárólag így tud majd törölni a formátumról domnét, jó? Most a megjegyzésről pár mondhatsz. Biztos, aki Excelben dolgozik, előbb-utóbb bejut odáig, hogy jó lenne valamilyen kommentát hozzáfűzni bizonyos adatokhoz. Csak olyankor esetleg fölmerül az, hogy hát csinálok egy plusz oszlopot, csak oldalja a megjegyzéseket. No, de a probléma az lesz, hogy 500 adatból 30 kell megjegyzést fűzni, 470 nem, akkor 470 üres ott van fölöslegesen, foglalja a helyet, széles lesz a táblázat, kinyomtatva az a megjegyzés
fölösleges, semmi szükség nincs rá. Ezért kitalálták azt, hogy minden egyes cellához mi fünk egy-egy megjegyzést, ez egy nagyon jó pofadó. Úgyhogy meg kell beszélni, hogy megjegyzést hogy tudunk fűzni az adatainkhoz. Jó, lássuk akkor, jó? Tehát mondjuk ide elsőjéhez szeret egy megjegyzést fűzni. Próbálunk elsőjén. Merő érdekességből kipróbálhatjuk azt, hogy a formátumot töljük, jó? Tehát, hogyha én most itt ezt lenyitom ezt a skát, és azt választom, hogy formátum törlése, akkor itt egy jó nagy számot fog kapni. Hát ilyen 40 ezer környékét. 42.036. Miért? Azért, mert 1900. január 1 óta a február 1-i dátum 40.000, mit tudom, hanyadik? 42.036. nap. Ugye, mert így tárolja az ezzel a dátumokat. Jó, vonjuk vissza. És akkor most majd szóljunk be egy megjegyzés. Megjegyzés beszúrni úgy tudunk, hogy elmegyünk szépen a beszúrás alapra. Nem oda. A korrektúrához. Igen, a korrektúrához elnézést. És ott találjuk az új megjegyzés. Itthon. Erre rákattintunk, akkor megjelenik itt egy ilyen post-it-szerűség. Ilyen írj ide, ide címke, és ide kell írnunk nekünk, amit akarunk. Azt írunk ide, amit akarunk. Hát ez csak egy próba. És egész egyszerűen valahova, valahova máshova kattintasz és kész. A megjegyzés, ha hosszabbat írsz, át lehet méretezni, egész szó megjegyzés lehet. Az, hogy megjegyzés tartozik a cellához, azt a jobb felső sarokban lévő kis piros háromszög jelzi. Magát a megjegyzést akkor fog látni, ha az egér kurzort fölé viszed a cellán. Oké? Ráadásul ez úgy fűz megjegyzést, hogy aki megjegyzést az adott cellához, annak a feltanuló neve is megjelenik ott. Tehát nálad ilyen tanuló egy ilyesmi, ugye? Azt hiszem, ha... Vagy tanár, vagy mit tűnt. Jó. Tehát amilyen felhasználó néven bejelentkeztél az. Azt, hogy te kidorlod vagy nem a nevet, az már más kérdés, mert szerintem kitöröd. De... ahol oda rakja. Oké? Okay? Most itt szeretnék egy dolgot megkérdezni, hogy van-e a csapban olyan, aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol hálózatban vannak kötve a számítógépek, és hálózati meghajtón tárolják az Excel fájlokat, és a hálózaton keresztül kell neki adatokat rögzítenie, de néha elő szokott olyan probléma fordulni, hogy valamelyik kollégája megnyitja egy másik számítógépen, és amíg ő nem lépi, a kollega addig ön tud beleírni. Van köztetek ilyen? Ez tipikus probléma szokott lenni, mert ezt lehet orvosolni, csak nem szokták tudni, hogy hogy. Akkor mondom el, de ha majd eszetekbe, na, ha majd lesz ilyen probléma, akkor jusson eszetekbe, hogy a Laci rákérdezett, és majd a blogomra tervezem, hogy ezt is fölrakjam, de lehet, hogy már fönt van, nem tudom. Mert nagyon sok mindent fölraktam, már annyi cikkem van, hogy megkeveredik a fejembe, hogy, hogy mit írtam meg, és mit nem. Jó, tehát ennyit így ezzel a megjegyzéssel kapcsolatban. Csak írjuk le, hogy hogy raktunk be megjegyzést, mert beraktunk, de nem írtunk le. Jó, tehát bejegyzés, megjegyzés beszállása. A megjegyzést úgy szúrtunk be, hogy szépen elplattyogtunk, egész egyszerűen, na, egész egyszerűen elmentünk csak a korrektúra szallagra. És rákatintott megjegyzés ikonra.
megjegyzés, vagy valami elszóló, mint meg fogod találni. Jó? És tényleg minden egy cellához fűzhetsz te megjegyzést, valamilyen kis emlékeztetőt. Soron nem tudom, hogy megjegyzést tartozik, hogy a piros. Így van, így van. És a zöld háromszög. A zöld háromszög van, az mi olyasmire utal, hogy ott valami lehet, hogy nem stimmel. Ha rász, akkor kiírja, tehát zöld háromszöges cellára rász, akkor kiírja, általában olyan szokott, hogy a szomszéd cellában számok vannak, itt meg nem biztos, hogy rend van, hogy a szomszéd cellákat egy képletbe belevetted, ez nem biztos, tehát ilyen esetekben szokott. Tehát ilyen közben csinálni. Igen. Tehát és ilyen előző. Ez a megjegyzés, hogy rögzül, hogy beírtam és kész. És félrekattintott? Félrekattintott. De én akkor eltűnik. Nem tűnik el. A pirosot. És mennyire állsz? És ha ráviszed az egérzot, tényleg. Jó? Most állt össze? Most esetleg. Jó, oké. Tényleg nagyon hasznos, tehát aki már dolgozott így Excel táblát, és tudja, hogy milyen gond szokott az lenni, hogy benne odaírni valamit, csak nincs hova. Mert ha egy plusz oszlopot csinálsz, fölösleges, mert egy csomó helyen nem használod ki. Jó? Tehát ez kifejezetten erre a célra. Na, akkor a törlék az egyik felét megbeszéltük, a tartalom is itt a B. Mikor magát a cellát akarjuk törölni, bár cellát töröljünk, csak ott vagy oszlopot. Jó? Tehát fizikai törlés. Ez pedig majd úgy tudod, hogy kijelölés. Hát most kitörlünk valamit, aztán visszavonjuk. Tehát kijelölöd azt a sat oszlopot, amit törölni akarsz, mondja az A-hoz, hogy kijelöljük. És a kezdőlapra visszamegyünk, itt a kezdőlapon van egy ilyen, hogy törlés. Nyitod, és akkor kiválasztod, hogy mit akarsz törölni. Ugye most a sort azért nem tudod választani, mert oszlop van kijelölve. Cellát azért tudsz válni, mert van egy aktuális cellád, akkor ezt törölnél. A cellát azért nem célszerű törölni, és az összetartozó, egymáshoz tartozó cellák egymás mellé elmennek. Luk nem maradhat. Ha egész oszlopot törölsz, akkor is lehet majd probléma, de akkor nem biztos, hogy lesz. Ha cellát törölsz, abból majdnem 100% hogy probléma. Akkor lesz probléma a törlésből, hogyha van olyan képleted, ami az adott oszlopban lévő adatra hivatkozik. Akkor abból probléma lesz. Lesz hiba üzeneted a képlet helyén, hogy hív. Már egy olyan helyre hivatkozni, most már nincs meg. Oké? Okay? Tehát a törlésből majdnem, hát jó esély probléma. Tehát kijelölés, és akkor kezdőlap szallagom. Hát hogy is néz ki az ikon? Hát ami le van rajzolva, meg egy piros X. A lényeg, hogy van egy piros X, amit törölni akar. Jó? És szinte biztos, hogy hiba lesz a következő. A hibát okozhat. Hát azért az első, hogy szinte biztos, de van rá esély. Jó, ennyit így a beszúrással és a törléssel kapcsolatban, és akkor a nyomtatás előkészítéséről kell még egy picikét beszélnünk. Ezt a táblázatot, amit az előbb elkészítettük, még egy fejlétszel is ki fogjuk egészíteni. Jó? Tehát álljunk ide a B1-es cellába, és írjuk be azt, hogy 2000. Pontszóköz év. Tipáljuk ki, és az autó kitörőt húzzuk el jobbra.
2015-ig mondjuk. Ha úgy csinált, hogy mondtam, hogy 2000-ig pont szó év, akkor működött az autókitöltőn, akkor nem. Beszélgetünk az autókitöltés kapcsán az Excel modul elején. Emlékszünk még rá, ugye? Tehát ez szépen működött. És most annyit csináljunk, hogy ezt a területet itt szépen próbáljuk kijelölni. Jó, ezt a fejléc nincs benne a kijelölésben, egyik sem, a bal oldali szélső oszlop és a felső sor nincs benne a kijelölésben, csak a ezekhez, fejlécekhez tartozó adatterület van teljes egészében jelölve. Rendben? Ez hogy tudsz szállni az elejére? Az alj, az alj. Jó, hogyha nem látod az egész tárzatodat, akkor Ctrl billentyű nyomása közben scrollozzál az egérrel, és az egérrel ugye tudod állítani. Itt szépen beállítod, hogy lássad. Hogyha nem látod a bal szélét, a táblázat, akkor a vízszintes görgetősáv itt van alul segítségével menjél vissza az elére. Vagy hát ugye van a home billentyű, vagy a control home billentyű kombináció, ami szintén vissza tudsz menni az elejére. És hogyha ezt így kijelöljük, akkor most ebbe a cél valamilyen adatot viszünk be, teljesen mindegy, hogy mi ez, írva, hogy adat. És a bevitelt a Ctrl-Enter billentyű kombinációval zárjuk most le, aminek az lesz a következő, hogy a kijelölésben lévő összes lába beírja az adatot fel, hogy ki volt meg. Igen, nekem is. Jó? Itt tartunk. És kontrollál. Először jelölöd ki, utána írod be, és enterrel zárod le az adatbevitelt, enterrel lezárod, hogy a kijelölésben lévő összellában megjön az az adat, amit te megértel. Mi a gond? Enter. Feltéve, hogy volt kijelölés. Ha nincs kijelölés, nem fog működni. Másért csinálom, így is jó. Az eredmény ugyanaz, ott van az összes cellák, az a legjobb, az összes cellák. Azért, hogy ilyen kicsi lássuk az egészet. Kontroll nyomásokban ezt scrollozunk, ezt tanítottam. Na jó, hát annyi mindent tanítottam. Jó? Na most mi a probléma? Többi van. Nézzük meg a nyomtatási képet, jó? Tehát a téma, amivel elkezdtünk foglalkozni, az adatás előkészítése. Jó? Nyomtatás előkészítése. Thank you.
képernyőn. Mutat a nyomtatás előkészítő témát. Az első, hogy meg tudjuk mi kinyomtatnánk, hogy majd hogy néz utás után a papíron a... Hát persze, ugyanúgy, mint a Word-be, Ctrl-V billentyű kombináció, tehát nyomtatási kép. Éve, hogy 2010-es Word, vagy annál modernebb Word van. A 2007-es, tehát nekem balszár, az úgy tudja csak megnézni, tehát ez a 2010-es, 2013-as Word verzió esetben igaz. Most olvastam, hogy megint a még Word verzió, ma olvastam. Igenes átfölöm. Ha 2007-es, akkor pedig Office gomb. Ami ott a bal felső sarokban van, az a zöld, piros, sárga. És azon belül nyomtás. És azon belül nyomtatási kép. Tehát ez a 2007-es Office esetében. Tehát nyomom a Ctrl-P-t. Maga nyomtatást is rögtön indíthatnánk, de az az, hogy mellette ott van a nyomtatási gép. Na most, itt tudok lapolni előre-hátra, a 2007-esben is valahol, azt hiszem ott van, de vannak ilyen nyomó gombok, amikkel lehet előre-hátra menni. Következő oldal, meg előző oldal fölül, 2007-es verzióba. És akkor azt fogjuk látni, hogy a más... Itt látod, hogy hanyadik oldalon vagy, és mennyi összesen. Tehát most a kettő oldalból a második oldalon vagyok. És azt fogjuk látni a második oldallal kapcsolatosan, hát nem tudom mennyire, mert elég picik a adatok, mennyire látjátok, de hogy mondjuk ez az adat mihez tartozik, azt te meg nem tudom mondani, mert magyarázó felirat ott van az előző oldal. Ugye, mert így elvágásra került, mert nem fér el. És hogyha kellően bazi nagy kellően nagyon nagy táblázatunk van, az így is eldarabolja. Lesz majd olyan adat, aminek se fölül, se bal oldalon semmilyen magyarázó feladata nincs. Arról már aztán dusztja nincs az ember, hogy az kinek, minek, milyen adata. Jó, tehát ez a legnagyobb probléma. Innét kilépni az Escape billentyűkombinációval tudunk, csak Escape billentyűkombináció, Escape billentyűvel tudunk. Visszaér, jó, és nézzük meg, hogy ezen a problémán hogy tud segíteni. De mielőtt erre konkrétan rátérnénk, hogy a ismétlődő feladatokat hogy lehet megadni, előtte még egy másik probléma, elképzelhető az, hogy vannak itt még oldalt ilyen mellékes adataink, akkor az is rajt le a kinyomtatandó nyomtatásképpen, pedig azt mi nem akarjuk nyomtatni. Úgyhogy először mi minden esetre azt nézzük meg, hogy hogy tudom megadni a nyomtatási terület. Vagy ennek néha az ellentője is előfordul, ma volt egy ilyen kis eset, egyik kollégina, aki egyébként a legügyesebb, tehát a legügyesebb iskolában a nem szakos, nem infószakos kollégák közül, tényleg szinte mindent megoldani, de neki, hát
az egyszer sokszor ilyen a munka jelenléti évek, nem tudom, ti is úgy csináltok, ilyenek táblázatot kell tölteni ki. Na hát, lett volna, de most már nekünk kell a szabadságunkat is vezetni, hogy akkor mikor mentél Szabira, meg minden. És mert volt belőle vita, aztán innét kezdve, hogy sátodat rossz, de ugye ez egy új dolog volt, nyomtatott volna ki, csak a munkaidő elszámolását, a Szabik, hogy mikor voltak, azt nem, mert a nyomtatás terület kijelölésében az nem volt benne. Hát, pedig ő élt hozzá, de nem tudta a problémát megoldani, neki törölni kellett volna a nyomtatási területet, kint most meg beszúrni. Lássátok a problémát, elképzelhető, hogy itt van még valami, akármi mondjuk, csak figyelje. Jó, és hogyha én most megnézem az én nyomtatási területemet, akkor azt fogom látni, hogy most már három oldal, a harmadik oldalon meg ott van az az akármi, ami aztán tényleg fölösleges. Jó? Tehát most valahogy közölni kellene, hogy csak ezt akarom kinyomtatni. Ezt tudom megcsinálni, hogy kijelölöm, amit nyomtatni akarok, benállom egy kontrollát, ezzel jelölöm ki, jó, a kontrollát, és hát a nyomtatási területet, hát valahogy kijelölöd, ha nem pont ilyen terület, hanem csak egy táblázat része, akkor húzással, tehát a szokásos kijelölési módszerekkel ki tudod jelölni. Utána elmész a lap elrendezése, szalag, és van itt egy olyan nyomtatási terület, és hát azon belül van olyan, hogy nyomtatási terület kijelölése, meg van olyan nyomtatási terület megszüntése. Nekünk most a kijelölés kell, délt a kolléginának meg a megszüntetés kellett. Ugye, mert csak egy részét nyomtattak. Tehát a nyomtatási terület megadása úgy fog kinézni, hogy kijelölés. Jó, hanem kijelölés után átmegyünk a lap elrendezése menüszallagra. És utána, miután a lap elrendezése menüszallagra átplattyogtunk, van egy olyan nyomógomb, hogy nyomtatási terület. Jó, nyomtatási terület. És azon belül meg már csak olvasni kell tudni, az világos, hogy melyikről van szó. Most, ha figyelmesek vagyunk, akkor észrevetjük azt, ha megszüntetjük a kijelölést, hogy a nyomtatási területet vastagabbatott vonal vesz körbe, itt meg megjelent egy vékonyabb szaggatott vonal, tehát nem vékonyabb, de kisebb darabok álló szaggatott vonal. Az ilyen nagy darabokból álló szaggatott vonal az mindig azt jelzi, hogy oda mi adtunk be valamilyen jelzést, hogy mondjuk ez a nyomtatási terület, vagy itt van egy oldaltörés, az ilyen sűrű, hát mégis talán vékonyabbnak is tűnő szaggatott vonal azt jelzi, hogy ő magától rakott be egy törést, mert ha nem fér ki, hát akkor nem fér ki, akkor nincs mese, oldaltörés lesz majd ott. Jó? A következő dolog, amit beszélnünk kell, az oldaltörés. Hát kétfajta oldaltörés van, az egyik az automatikus, a másik meg amit mi rakunk be. Jó, tehát automatikus. Na most az automatikus oldaltöréssel mi nem tudunk semmit csinálni, azt ő maga rakja be, arrébb nem nagyon tudom rakni, bár van rá lehetőség azért, de azt ő maga fog rakni, és akkor látod majd az automatikus oldaltörést, hogyha már megnézed a nyomtatási képet, amíg nem nézed meg addig is. Ilyen automatikus oldaltörés, tehát a csőpont. Illetve van manuális, tehát amit mi rakunk be. Úgy tudjuk berakni, illetve kivenni is, úgy tudjuk, hogy azt a sort kell kijelölni, ami már a következő oldalra kell, hogy kerüljön. Azt az oszlopot kell kijelölni, ami már a következő oldalra kell, hogy kerüljön. Vagy került. Jó, tehát jelöljük ki azt, csak oszlopot,
ami már új oldal pontra kerüljön, vagy új oldalon van. Ugye attól függ, hogy most berakom, vagy kiveszem. És utána szépen elmegyünk a lap elrendezése menüszalagra. Szépen elmegyünk a lap elrendezése menüszalagra, és kiválasztjuk a megfelelő menüpontot. Most azt szeretném kérni, hogy úgy tördeljük el, hogy 5 év kerüljön egy lapra. Jó? Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 2005 már új arra kell. Ehhez a 2005-öt kell kijelölni. Jó? És akkor van itt ilyen, hogy töréspont, azon belül oldal és beszúrás, de látjuk, ott van az eltávolítás is. Tehát beszúrjuk, és azt fogjuk látni, hogy megjelent egy szaltott vonal ott, ami ilyen nagyobb darabból áll. Ugye az előbb azt mondtam, hogy amit mi rakunk be, az ilyen nagyobb darabból álló szaltott vonal. Kivenni úgy lehet, hogy ezt jelölöl ki, töréspont oda a töréspontjából. Viszont az a töréspont, ami eddig itt volt, az eltűnt, ugye, mert hát ha ekkora ér el egy lapon, visszavonom ugyanis, nézzek csak, ugye ekkora ér el egy lapon, hogyha én ide a 2005 elé, ugye, igen, 2005 elé beszúrok, akkor ahol ide lehet, hogy megjelenjen, mert ennyi ér el egy lapon. Tehát itt kellett, hogy megjelenjen. Ott is meg, ugye? Rendben? Tehát ha én itt valahol hozzányom az oldaltörés, az akkor mögött is fog változni. Melyik? Az automatikus. Ugye a manuális az nem. Az automatikus az igen. Jó, szúrjunk be még egyet. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát ide 2010-es szúrjunk be egyet. Állj! Kijelöltem. És van egy olyan billentyűkombináció, én tanítottam nektek, hogy az utolsó műveletet ismétli. Ez volt a Ctrl Y, föl is írtuk hátreményünkbe. Ugye az utolsó művelet, az mi volt? Az oldaltörés beszúrása. Tehát, hogyha én most nyomok egy Ctrl Y billentyűkombinációt, akkor be fog szúrni egy oldaltörés. És a Ctrl Y megnyomni egyszerűbb, mint elmenni a lap elrendezéshez, töréspont, beszúrás, mert az hát két kattintás minimum. Oké? Hát most itt az utolsó lapra 6 kerül, de nem érdekel bennünket. Jó, ha megnézzük a nyomtatási képet, akkor azt fogjuk látni, hogy most már 3 oldal van. És a második, meg a harmadik oldalon aztán le nem olvassuk, hogy mik vannak. Adat, ugye? Mert az első oszlop ott kellene, hogy legyen megismétve minden egyes lapon. Igaz? Ezeknénk. Ezképpen lépjünk ki a nyomtatási képből. Jó, tehát ezképpen lépjünk ki a nyomtatási képből. És most nézzük meg, hogy hogy tudok megismételni ilyen magyarázó felirat sorokat. Hát ő címnek hívja. Igen, itt van olyan, hogy címek nyomtatása, ezt kell nekünk kiválasztani. Cím nyomtatása. Ezzel eljutott ide. Az oldalállítás párbeszéd ablakba, és hát két dolgot tudunk megadni, hogy mi ismétlődjön fent, illetve mi ismétlődjön bal oldalon. Most melyiket kell választani? Most a bal oldalon, ugye? A fenti az ott van mindegyik lapon, hiszen így nincs eltörve, csak így, függőleges. Tehát most bele kell kattinni abba, hogy bal oldalon ismétlendő oszlopok, és egész egyszerűen kell jelölni azt az oszlopot, amit meg akar ismételni, tehát rákattintunk itt az oszlopra,
és már végeztünk is a feladatunkkal. Köthető, ugye? Hogyha leokézom, és megnézem a nyomtatási képet, mindjárt leírjuk, hogy mit csináltunk. Nézem a nyomképet, Ctrl-P, billentyű kombinál. Első oldalon nincs változás. Első oldalon nincs változás, de a másodikon és harmadikon van. Ugye? Most már pontosan lehet tudni, hogy mik ezek az adatok, hiszen az A oszlop mindegyik oldalon, mint cím, megismétlődik. Oké? Okay? Érthető ez így, hogy mire szolgál ez? Jó, tehát a következő problémánk, a negyedik problémánk, magyarázó feliratok, zárójelbe, címek, ismétlések. Mit kellett hozzá csinálni? Hát először is el kellett menni a lap elrendezése műszallagra. Utána a fent ismétlődő, vagy a balra ismétlődő soroszlop rubrikából valamikbe bele kellett kattintani. Most természetes lesz olyan majd, amikor mindegyikbe bele kell kattintani. Mikor kell mindegyikbe bele kattintani? Csak függően van eltörve, hanem vízszintesen is. Vagy nem csak vízszintesen, hanem függőleg sincs. Tehát két irányban törve. Jó, tehát katt. Majd... De ez a címutatás van, ugye? Igen, igen. Ja, bocs, azt lejtettem beírni. Köszi. Tehát itt van egy ilyen hatása. Köszi. Egy ilyennek. Tehát egy ilyen ikont még meg kell nézni, elfelejtem elnézést. Köszönöm. Kap majd kijelölés. Rendben? Na, most már egészen közel vagyunk a nyomtatással kapcsolatos problémák megbeszélésének a végéhez, de még mindig van egy-két apróság. Nevezetesen jó lenne, hogyha mondjuk rajta lenne például az oldalszám. Ugye, mert most nincs rajta, és azért jó lenne, ha rajta lenne az oldalszám. Ezt hogy tudom megadni, illetve hát még egy-két ez a dologhoz kapcsolódó egyéb kérdés van hátra. Ezt úgy hívjuk, hogy élő fejés élván. Erről a téma volt már szó. Bocs, ez nem 4-es, 5-ös. A Word-ben is. Ugye az élő fej és lábbal kapcsolatban annyit kell nekünk tudni, hogy amit mi megadunk az élő fejben, vagy az élő lábban, azt elég egyen alkalom megadni, mégis minden lapon rajta lesz. Ugye mit szokunk itt megadni? Hát mondjuk például a szakdolgozat esetében a szakdolgozat címét, egy pályázatnak a hivatalos kiírót, nevét, oldalszámokat, stb. Ilyesmiket. Hogy tudjuk ezt megadni? Az Excelben. Az Excelben ezt úgy megadni, hogy hát többi van rá. Az egyik lehetőség, hogy itt vagyunk a nyomtatási képen, és van itt egy ilyen, hogy oldalbás, élőfej és élőláb, és itt tudjuk megadni, vagy választani. Ez a kisbé felhasználó barát régi oldás. Élőfejbe eleve a
programírói által összeállított kombinációkból választhatunk, tehát most nincs mi, de ha lenyitod, akkor választhatsz olyat oldal per összesen, a munka egy, a munkalap a neve, munkafüzet, az a fájnak a nevenne, stb. Stb. De olyan is kérhetsz, hogy egyéni élőfej. Ezt leírjuk. Hát az egyik lehetőség, hogy nyomtad a képnél, kapd az a beállításra, vagy van egy alternatív lehetőség, ezt is mi szeretném. Tehát nem itt vagy, nem is vagy bent a nyomtatási képben. Csak ott vagy a lap elrendezésénél is. Az oldalbeállítás csoport ennek a jobb alsó sarkára kattint, jobb oda jutsz. Jó, tehát úgy oda jutok. És itt átmegy az élő fej és élő láb főre. Ott vagyunk az élőfej és lábnál, ott van olyan, hogy egyéni. Élőfej, illetve egyéni élőlábod. Ezt az egyéni élőfej és élőlábod, akkor kapsz egy olyan ablakot, ahol adhatod a bal oldalára a köpre, illetve a jobb oldalra van élő fejet, vagy élő lábat, attól függően, hogy mit meg. Tehát lesz egy bal, nincs odaírva a bal, lesz egy olyan, hogy jobb, nincs odaírva, hogy jobb, csak látjuk, meg hát lesz egy középső. Mutatom, tehát ezt megnyom, akkor bal, de oda van. Azt mondtam, nincs oda van írva. Középen, jobb oldalon. Most ezt az utolsó lépést. Ezt. Igen. Élő az fej. Vagy egyén élő. Jó, és akkor ide az gépesz, amit akarsz, tehát mit te bérod a nevedet, a cégnevét, amit akarsz, de vannak ilyen szokásosan előforduló értékek, amelyeket nekem nem kell begépelni, hogy veszi. Hát ez lesz az oldalszám, ez a kereszt, a dupla kereszt. Jó, tehát van itt néhány előre állított opció. Tehát ez oldalszám. Ez egy fontos dolog. Aztán elkívül itt van a dátum meg az idő, szerintem az ránézésre látszik, ugye? De ha nem látszik, pont ráviszed az egeredet, akkor kiírj. Jó, tehát ha te nem látod benne azt, hogy ez egy naptár akar lenni, mert azért nem annyira feltűnő, hogy ez egy naptár, de ha ráviszed az egeret, hát ez, hogy ez egy óra, az még csak. Na most, amire fel akarom hívni a figyelmet, az még ez itt, a dátum után következő pont, amire ha ráállok, azt írja ki, hogy fájl elérés útjának a beszúrása, és ezzel kapcsolatban én a következőre szeretném fölhívni a figyelmet. Biztos jelenlévők között legalább egy-két olyan ember van, aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol valamilyen minőségbiztosítási rendszert üzemeltetnek. És a minőségbiztosítási rendszereknél az a mánia, hogy minden dokumentumra legyen ráírva, hogy az hol van tárolva a gépen, hogyha újra ki akarod nyomtatni egy üres Bianco ilyen bizonylatot, akkor ne kelljen keresgetni, hogy az hol van. Na, ha ezt te kiválasztod, és leokézod, és még egyszer leokézod, és megnézed a nyomtatási képedet, Ctrl-P-vel, akkor ott lesz a tetején, hogy ez a célemezettség, mit tenni. És aki ért hozzá, az tudja, hogy ez hol van.
Tehát itt lesz, hogy a dokumentumot hol fogja a gépén megtalálni. Oké? Okay? Tehát ennek kulcs jelentősége van, ilyen habci rendszert, meg mit tenni, ha üzemeltetnek. Hát ez a habci, ez a... Az. De mindenki habcinak hívja. Hát van, VR neve van. Nem hallottad még? Így, hogy habci nem. Tényleg nem? Pedig mindenki habcinak hívja. Akit én ismerek, mindenki habcinak hívja. Tehát ez azt hiszem a élelmiszeripar, meg mint ott a minőségbiztosítási rendszer. Fehér mosogató. Így van. Három lépcsős mosogatás. Hogy ki kell írni a falra, az kevés, hogy ő tudja, hogy először hát itt, aztán... Hát meg le is kell könyvelni. Igen. És mennyi feltöklenítőt, mennyi vödörben. Az még hagyja, hogy le kell könyvelni. De hogy oda kell fölé írni, hogy ez most a zsírtalanító, ez a feltöklenítő, ez már az öblítő, hát ki nem ismeri meg már ránézésre, bocs, hogy nem? De az aki analfabéta. Bécsben meg az opera mellett van egy cukrász, nem tudom, hogy jártatok gyártatok. Sem beleömolva a falról, minden mész a vécére, itt a konyha, itt a vécé. Belátsz is borzol. És ott is kell HACCP legyen. Hát le van omolva fele fal, de működnek, nem? Működnek. Habcizunk. Hát habcizunk. De attól, hogy még habcizunk, attól még olyan dolgokon buknak meg helyenként, hogy húva. Borzasztó. Tehát a papír mindent elbírál, nekem ez a vélemény. Ugye a legszebb az volt, egy mondatos kitérő, aztán rögtön folytatom. Ahhoz, hogy egy iskola ilyen állami pályázaton indulhasson, hogy én képezni szeretnék munkaügyi hivatalba, nem elszólás volt direkt volt, de egyébként aki ott van, mondjuk korán sem biztos, hogy munkakerülő akar lenni, de van olyan, aki, tehát amikor annak idején csináltunk ilyet, hát ott voltak ilyen hivatalos munkakerülők, megjelentek, azt mondták, hogy itt írjuk alá, hogy ő itt van, ő már itt sincs. Tehát, na mindegy. Tehát ahhoz, hogy ilyenen indulhassunk, ahhoz nekünk is egy ilyen akkreditációt kellett csinálni, és az olyan, tehát ilyen vaskalapos, tehát kidolgoztak egy rendszert, és abban mondjuk olyanok voltak, hogy biztosítja azt, hogy a cégen belül megtörténjen az információ áramlás a tanártól a cég vezetőig, meg a mitén. Most ez egy baromi nagy cég volt, már akkor is, most még nagyobb, már idézőjelben, akkor is ketten voltunk benne, Mónika meg én. Na most, hogyha leírtam volna, hogy este zuhanyozás közben, miközben a feleségem hátát szappanozom, meg szoktuk beszélni, hogy akkor mi történt, hát akkor rögögörcs. De ez volt az információ áramlás hivatalos útja, nem? Mert ők abban tudnak csak gondolkodni, hogy van egy olyan cég, amiben van X ember. Igen, meg organogramot is kell. Meg ki van felül, ki van alatt. Ja, hát az meg érdekesebb lett, hogy ki van felül, ki van alatt. Egy kis pajzán. Nem, de hát így néz ki, nem? Az információ áramlás azonnal indul. Világos. Felső vezetőktől az alsó szintig. Jó, na, tehát akkor van az oldalszám, többi világos, meg van egy ilyen a elérési útnak hívják. Oké. Okay. És hát akkor ezen kívül még kérhetünk olyat, itt az oldalbeállításnál, ha elmegyünk a margókhoz, hogy vízszintesen, illetve függőlegesen a lap közepére kerüljön. Ugye, mert ez egy jobb érzésű embernek a szép érzékét valószínűleg bántja, hogy a lapnak nem a közepén van a táblázat, hanem úgy a bal felső sarkában. És hogyha ezt én a margó fülön kipipálom, hogy vízszintesen, függőlegesen kerüljön középre, akkor berakta középre. Ugye, mert eddig nem itt volt, hanem így bal oldalon fölül. Oké? Okay? Egyebek, jó? Tehát ez a ötödik témánk talán? Nem, hatodik. Egyebek? Az összes egyebeket a lapbeállításnál, oldalbeállításnál találjuk. Mégpedig azon a fülön, hogy margók,
lesz egy olyan, hogy vízszintesen, meg függőlegesen középre. És még egyetlen dolog esetleg érdekes lehet, de hát ez már nem nagyon, csak nagyon ritka, hogy tehát itt vagyok az oldalbeállításnál, a lap szerintem, igen, a lapfülön van egy olyan lehetőség is, hogy milyen sorrendben nyomtasson. Ez akkor érdekes, ha így is el van tördelve, meg így is. Tehát, hogy így végig menjen, aztán menjen a következő, vagy függőlegesen, aztán így, stb. Oké? Okay? Tehát ezt tudom ezekkel a rádiógombokkal. Bocs. No, Rádi? Halló? Néma Levente, nem szólal meg. Szerintem véletlen hívott föl. Jó, tehát a lap fülön van egy olyan, hogy... Hogy egy, kettő, három, négy, vagy egy, kettő, három, négy. Igen, tessék. Ha most az ilyen céges reklám, arra ugyan órát tartok, úgyhogy már elég. Elég megtekintésem, hogy azért. Na te vagy, hogy a megtekintésem ott van mellettem, itt van. Oké. Okay. Jó. Illetve még egy olyan, de hát azt már tényleg nagyon ritkán használ az ember, hogy kérhetek olyat is, hogy cellarácsokkal vagy annélkül akarok nyomtatni. Meg sok más egyéb is, ezeket már leírom, mert szerintem amikre tényleg szükséged lesz, azokat én itt szépen most végigmondogattam nekre. Jó? No. Akkor videófelvétel kilő. Meg tudom állon oldani, ugye? És már meg is oldottam. Nagyszerű.